Hello, Hessem! Itt van a reggel, délbe, és csinálok egy latte artot, mert hogy kávézni szeretnék. Hol lehet a szűrője? Ugye ki lett mosva. Mérlegre hát. És találjunk bele valamit. De lehet, hogy volt is benne. Ó, van benne annyi. Azt hiszem ez Dahlmeier. Ez nincs 7 gram, úgyhogy mehet. Mehet még ide. Ez valami. Hát ezt eddig mindig bevedettem, ha bal kézzel próbálkoztam. Most lesz az, hogy kikapcsol addigra. Először megcsináljuk az espresszónkat. Ó! Azért, hogy a pohár meleg legyen, engedek vele forró vizet. Bár ez rossz ötlet ezt használni feleslegesen, mert a vízkő miatt, vízkő programok miatt számolja a DeLonghi. Igen, számolja, úgyhogy sokat használod a gőzkart, vagy a gőzfunkciót. Azt is beszámolja, hogyha kazánmosásokat végzel főzés után, azt is, úgyhogy a szívás lesz a végén. Na de erre majd visszatérünk a következő videóban, amivel már viszkőmentesítünk. Na hát, melegedett a poharunk, mert ugye az volt a cél, mert úgy hideg kávét főz. Akkor mehet bele az eszpresszónk. Jaj, milyen szép honnét. Innét nézzük, jobbról vagy balról szeretitek nézni. Ez a tettek van egy gumit, hogy ne csörögjön, zörögjön ez. Ez Dahlmeier egyébként. A kávé, ami fölle, mindjárt megmutatom. Ez volt darálva és lefőzve. Szóval ezzel így kész is lennénk. Most mindig félretesszük, aztán jöhet a hideg te. Ja, de be kell kapcsolni a gőz funkciót. Amíg az melegszik, addig a hideg tejet kimérjük egy valami kis edénybe. Én most már talán tudok egy deciből is habot csinálni, de majd felöntéshez itt van ez a rendesebb pancsó. Abba az egy decit a fél literesen nem tudom úgy beletenni, mert nem ér bele ez a rövid gumicsőr. Hát vannak itt még moddingolandó tények. Sima 2-8-as tej, semmi extra. Mondjuk egy deci. Pirincsó. Ja, megvan a gőz, akkor engedd ki a bennmaradt vizet valami edénybe. Ez a folyamatos gőzöd van, azt zárd el. Készen is állsz a tejgőzölésre. És akkor legyen. Ugye először beledugod, felhúzod a feltéret, hogy menjen bele a buborék, aztán rá is tolod, ahogy elkezdődne a kézlangyos. És ennél már csak ezeket az örvényeket ilyen jó 1 centi mélyen, hogy a belevitt buborékot azt most oszlassuk el. És amikor a 65 fokot eléred, akkor gyorsan elzárod, ugye 65 fok. Honnét tudod? Hát azt bírod megtartani normál emberként, mojrészerűen elzárod. Ezt viszont engedd bele a gőzt, közben visszakapcsolom kávé üzemmódba, ide engedj bele egy kis gőzt és húzkodj le, hogy tiszta is legyen. Ez is megvan. És akkor a tejhabunk. Remélem a kamerára fröcsögött vissza. Nem néz ki rosszul. Mondjuk annyira jó sem. De jó. De jó lesz ez. Nézzük, mit ad a gép. Hát elfogyott a tej, szóval lehet, hogy kevés volt ez az egy deci tej, még nem is jó helyre pozícionáltam, de hát azért ismét csak sikerült. Hát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről,
Jönni fog egy viszkőtlenítő program, mert ha megnézitek, ezt most nem csinálja, de megmutatom, hogy kell használni a viszkőoldóját, hogy megy le a viszkőtlenítő program, mert ha most ez le lenne hűtve ez a gép, akkor világítani a narancssárga, azaz kell a viszkőprogram. Sziasztok!